következő vendégem, Pap Dávid. Szervusz Dávid, üdvözlünk sok szeretettel. Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ne viccelj, mert ez természetes. Hogy kerültél kapcsolatba a triatlon? Említ, beszélgettünk az adás előtt, mondtad, hogy ugye volt úszás, volt atlétika, az egészet összegyúrtad, vagy külső indítatásra kerültél a sportággal kapcsolatba? Hát külső indítatásra, igen. Hát ez úgy kezdődött, hogy a nővérem és az anyukám kitalálták, hogy triatlonozni szeretnének, vagy hát a nővérem, és az Ica, Füri Ica, a triatlon villámban az akkor és a mostani edző is, mondta, hogy neki kéne fiú is, és én úgy kerültem bele egy szinte egy véletlen folytán, hogy mondta, hogy kell fiú, hogy jó lesz csapatembernek, meg elevickélek, és aztán végül lementem egy edzésre, és azt mondta, hogy nem is úszok olyan rosszul, úgyhogy próbáljuk meg, és akkor így ott ragadtam, egyébként meg kajakoztam volna. Hány éve ennek? Hány éve őzött a triatlon? 8,5 éve kezdtem el a triatlont, a triatlon villámban, ugye Füri Icánál. Nagyon jó edző volt, és fél évvel ezelőtt váltottam egyesületet, az Unica Team Újbuda TC-be. Mentem át Kutor Csabához és Sumár Ákoshoz. Akkor te együtt vagy, ugye, előző vendégünkkel. Igen, vele kezdtem a triatlont, Fuchsenével, meg a triatlon villámból nagyon sok mostani eli sportoló nevelődött ki, és igaz, szétszirett a csapat, de mindenki, aki ott kezdte, az ott van az elején, és a Renivel is most egy-egy esetbe kerültünk, együtt kezdtük, igen. Dávid, 2012-es év egyik főállomása volt Bécs, ami különösen is, hogy mondjak, egy gyengéd a szívednek, ha jól tudom, a testvéreddel álltál egy dobogó. Igen, nagyon jó érzés volt, mind a ketten első érzést értünk el. Ez milyen érzés? Nagyon jó, hogy a testvéreddel álltam egy dobogon, szóval egyszerűen az eleve, hogy ez volt az első Európa Kupa, amit megnyertem, nagyon jó érzés volt, mert az egész nemzetközi mezőny ott volt, minden olaszokkal együtt mindenki, akik nagyon jók, és az még pluszban, hogy a nővérem állattam egy dobogon, nagyon sokat segített az is, hogy a versenyt már tudtam, hogy ő is megnyerte a saját versenyét, meg drukkolt egész végig a verseny közben. És nagyon jó érzés volt, és azt mondtam, hogy már csak azért is megcsinálom, hogy együtt állhassunk egy dobogon. Kiabált veled a verseny alatt? Igen. Nagyon sok. Nem mondod? Hát drukkolt, igen. Azért milyen fantasztikus, tehát ő már megvan, tudja, hogy ott van az első, és akkor öcsi meg ott jön, és őt is behozza az első. Igen. Körülbelül így nézett ki? Igen, nagyjából. Na, azért kicsit menjünk bele ebbe Bécsbe részlet, ez milyen volt? Hogy sikerült előtte a felkészülésed? Hogy érezted magad, amikor megérkeztél Bécsbe verseny előtt, és hogy zajlott le a verseny? A felkészülés az végül is jól sikerült. Ez volt az első Európa Kupán idén, vagy hát 2012-ben, és előtte meg ez volt egyébként az első Európa Kupám egy évvel ezelőtt, úgyhogy már ismerős volt a helyszín, már akkor is szerettem, akkor is jól ment. Fekszik neked a pálya? Igen. Azt kell mondja, hogy fekszik, mert a kerús pálya az nagyon kevés technikás része van, szóval egy kört kell megtenni négyszer, amiben van egy kis emelkedő, meg két fordító. Én nekem a kerékpár a gyengém, úgyhogy itt nem lehet elrontani szinte a versenyt a kerékpár részénél. Itt azért szabadon foglak, ugye, mert René azt mondta, hogy a kerékpár nem lehet gyenge, ott csak felültök, bicajoztok, és aztán kész. Hát ugye René azt mondja, neki a víz a gyenge, neked meg a kerékpár, hogy van ez? Igen, a lányoknál a kerékpár az nagyon furcsa, mert nekik ezt mondták nekem a lányok is, meg lehet látni a versenyt, hogy nekik nem az a fő szám. Nálunk sem, szóval nálunk is inkább a futás, de például a fiúknál már nagyobb szóval fontosabb, hogy ne érjen fel a második boly, és mi, hogy ott vannak a jobb futók, mert akkor lefuthatnak. Szóval mi azért a kerékpárt is jobban nyomjuk, mint a lányok, akik lehet, hogy ellevickélnek, és talán még a második boly se jön fel, hogyha egy normális közepes tempót tekelnek, de nálunk keményebb. Szeretsz bringázni? Hát, jobban... Nem kötelező vált. Jobban szeretek futni, igen.
Na, oké, tehát ugye azt mondtad, hogy viszonylag elég könnyű volt a micajos pályátok Mécsben, ugye? És hogyan tovább? Tehát azért tovább, ugye futás, hogy alakult, hogy jött a vízből, ugye a vízből hogy jött, hányadiknak jöttél ki? Tehát azért részletezzük ezt a versenyt, mert azért ez nem volt semmi, ugye, mert a tavalyi évnek azért neked az egyik legkedvesebb élményed és versenyed volt. Igen, a vízből középmezőny körül jöttem ki, de az első bor elegendő volt, szóval első boros lettem, illetve egy kicsit leszakadtunk, de feltekertünk, szóval úgy lettem első bor, hogy feltekertünk. A kerékpárt azt végignyomtuk végül is, és a futáson volt az a kis gigszerű, a depó, második depónál ott elrontottam, hogy rossz sorba mentem be, de aztán jól tudtam korrigálni, és ezért 15-ként mentem ki a depóból, ezért a futás rettenetesen kemény volt, hogy felmenjek az élbolyra, és még onnan is tovább menjek. Egy dél-afrikai srác nagyon jól fut, és vele küzdöttem igazából végig. Szokták mondani, hogy farvizen utaztál, vagy rátapadtál, vagy felvetted a ritmusát, és mentél vele? Nem, felvettem a ritmust, igen, és mentem vele, és a utolsó körnek a másik felénél meg már átvettem a vezetést, és teljesen egyéni ritmus diktáltam, amit végül nem bírt és leszakadt. Tehát, ahogy mondom, akkor talán ez a fiú a legjobbkor volt a legjobb helyen? Igen, ő végül másiknak ért be a célba, de igen, ő is nagyon jó eredményt ért el. Mondjuk őt nem ismertem annyira, mert ugye nem szokott indulni Európa kupákon, de most eljöttek. Ilyen fekete bárány volt magyarul, és akkor ott szemesültél, vagy van itt egy ilyen dél-afrikai fiú, aki szépen fut, mint az erge? Nagyjából igen. Arra még azért térjünk ki, hogy is volt ez a nővéredet? Tehát ő már mennyert, és kintről a falá kommentéleg úgy szurkolt neked, vagy ez hogy működött ez ott a Bécsben? Igen, a futópályával van párhuzamosan egy másik út, és azon tekertés közben drukkolt végig, kísérte a versenyemet, és pályaszéléről, igen, drukkolt végig, mellettem állt. Ő volt akkor a plusz pap. Igen. Szülőként voltak mindenki? Vagy együtt volt, egész volt az egész család? Vagy csak ketten voltak a tesóval? Nem, anyukám kim volt, meg az edzőm, Fűrica, meg a triatlon villámból pár csapattagunk is. Természetesen ők is drukkoltak, aki éppen nem versenyzett, és nagyon jó plusz energiát tudott, nagyon jó volt. Még akkor a Bécsi meg annyit, hogy ez az érem, mondom, a legszebb helye van a polcodon. Természetesen igen, ez egy külön helyen van a többi éremtől, a bécsi és az egyéb kiemelt érmekdíjak között. Dávid, menjünk tovább. Bécs után mi következett? Ha jól tudom, a VB-t, ugye? Elég balul sült el. Igen, a következő nagyobb állomás a világbajnokság volt. Mi történt? Egyszerűen nem volt meg a forma, az Új-Zélandon volt. Szétestél? Szétesett az egész? Mondjuk ennyi a triatlonosoknál ez hogy működik, az, hogy nem áll össze a kép? Igen, nagyon hosszú volt a versenyszezon, mert áprilisban volt az EB, ahol 6. helyet értem el, az Izraelben volt, az nagyon jól ment. És ez a VB meg októberben volt, és végig versenyek voltak, és úgy éreztem, hogy már egy kicsit kimerültem, és kellett volna egy pihenő. Ami volt is pihenő, de nem volt elegendő, egyszerűen leeresztettem. Az időjárás sem kedvezett nekem, a kerékpáros pálya is nagyon technikás volt, emelkedős, kanyaros, össze-vissza volt az egész. Szóval igen, egyszer ott ment el. Az úszásom egyébként még egész jól jöttem ki. Az időjárás, mit értesz ez a nem kedvezett neked? Mert ugye, mint tudjuk, Reninek ugye a 40 fok az a ideális környezet, neked mi zavart a legjobban? Engem az eső, és hatalmas szél volt, és ez a kerékpáron eléggé meglátszott. Úgy volt, hogy pont leszakadtam az első bojtól, és így az első és a másik boj között kellett volna kerékpároznom, ami nem jött össze, amiatt is, mert nem vagyok egy nagy kerós, meg az időjárási viszontagságok miatt tényleg nagyon csapott az eső, fújt a szél, hegyvölgy, minden volt a kerékpáros pályában, igen. Zavar téged, hogy úgy, ahogy te fogalmazd a szavaidai, hogy nem vagyok nagy kerós, zavar?
Igen, zavar, minden jobb szeretnék lenni. Azért is mentem most át az Unica Team Újbudába, hogy ott jobb kerékpárosok vannak, és akkor hát, ha egy kicsit fel tudok fejlődni, meg plusz új edzőpar, meg új inger. Nem, már a VB előtt tudtam, hogy át fogok menni, szóval nem a világbajnoksági rossz helyezésem, vagy hát rossz szereplésem miatt mentem át, de azt hozta meg talán a végső döntést. Hát akkor a VB szereplés adta az utolsó löketet, hogy na, akkor klubot válts? Már előtte is beszélgettem Kutor Csabival, de az annak hatására mondtam azt, hogy biztosan igen, váltok. Tehát úgy gondolod, hogy kellett egy ilyen igazából egy megújulás ahhoz, egy környezetváltás ahhoz, hogy plusz tudjál magadból kihozni? Pontosan igen, a környezetváltozás, meg az, hogy új edzőpartner, új inger, új edzés, feladatok, új edzés, módszer, igen. Hogy érzed magad, Csabai? Nagyon jól eddig. Mondjuk eddig nem edzettem sokat velük, mert az Ajofra, amikor felkészültünk, akkor külön edzésekre jártunk egy fitnessterembe, és a Renivel, és akkor végül is nem voltam a csapattal, de egyébként jó hangulatú, minden rendben van, az edzések is változatosak. Persze most ez nekem új ingerszal, új... Dávid, jobban mennek az edzések? Tehát ugye a környezetváltás kihozta belőled azt, amire úgy gondolod, hogy szükséged volt? Hát most ezt még nem lehet megállapítani. De nem, most ugye a kezdeti stádium, tudom, hogy nem sok időt telt el, de hogy érzem, tehát most és arra akarok kiukadni, hogy tehát felszabadultabb lettél? Tehát lekerültek bizonyos görcsök, vagy láncok volt, vagy csak egyszerűen ez kellett ahhoz, hogy előre tudj lépni egy fokkal? Igen, sokkal felszabadultabb vagyok, azért is, mert egy kicsit lazábbak hát nem az edzések, mert azok ugyanolyan kemények, csak egy kicsit lazább a hozzáállás, hogy... Nem raktak rá terheket? Igen, egy kicsit felnőttebbként kezelnek a Csabiék. Valószínűleg azért, mert ugye ő is sportol, és akkor több, hát mondjuk több is az elvárás, szóval úgy, hogy sokkal önállóbban kell csinálni dolgokat. Ezt mondtad, ez jó is, hogy mondtad, hogy ugye felnőttként kezdek, ugye René is erre kitért, hogy borzasztóan jó volt neki, amikor érte a kudarc ugye a bringánál, a váltó ugye, letörött a váltója, hogy egyszerűen felnőttként kezelték, tehát felnőtt sportembereként kezelték, és ezáltal sokkal könnyebben túltette magát a nehézségeket nálad, és ugyanezt játszik közre? Igen, abszolút, igen. Oké, menjünk tovább. Akkor ugye a VB-re kitértünk. Ifjúsági EB Spanyolország. Megvagy? Vágj bele, mesélj róla. Oké. A csapatunk Szatmári Levi és Bicsák Bencéből állt. Ezt nekünk az EB eredményünk alapján juttattak tovább a Renivel, de ők ketten a bajai versenyen jutottak tovább, ott volt egy selejtező verseny, és egy héttel mentünk ki a verseny előtt. Nagyon jó volt megint melegbe menni. Igen. Szeretsz melegbe menni? Igen. Sokkal jobb, persze, egyértelműen. És nagyon sokat gondolkodtunk a sorrenden, hogy mi lenne a legmegfelelőbb. Végül abban maradtunk, hogy én voltam az első, Szatmári Levi volt a másik, és Bicsák Bence volt a harmadik versenyző. És végül is mondhatni, hogy egy top csapat volt. Első helyen adtam le, a Levi is első helyen adta le Bencinek, és ott a harmadik ember a franciáknál nagyon erős volt, és ő verte meg a Bicsák Bencét. Spek, nem? A francba? Hát igen, mondhatni, hogy az, de hát egyedül kellett kerékpározni, szóval nagyon erős volt így a franciáknak a harmadik ember, és ő felkerúzott rá, és végül le is szakította. Ott is egy kicsit technikás pálya volt, körforgalmakkal, emelkedőkkel. Nekem abból a szempontból könnyebb volt, hogy még az mint első versenyző együtt kerékpározhattam. Egyrészt azért is választottuk azt, hogy én legyek az első. Másrészt meg azért, hogy számítottunk arra, hogy elsőként nagyobb előnnyel adom le, és akkor talán egy kis előny a csapatnak. Pszichésen is jobb, meg jó az előny. Magyarországi versenyek közül mi az, ami legjobban szívedhez nőtt, amelyik legjobban fekszik? A pálya, meg
az egész verseny idén, mert melyik az a verseny, amit vársz legjobban, de most magyarországi viszonylatról beszéljünk. Uh-huh. Tiszaújváros, Vaddombori, tehát melyik? Nagyon szeretem a magyarországi versenyeket is. Most, amit kiemelnék a 2012-es évből, az a Vaddombori országos bajnokság volt. Szeretem a pályát is egyébként, az egész helyszínt, a hangulatot. Most együtt indultunk a junior ifi voltam, szóval az ifi junior és az elit korcsoport együtt indultak, és abszolútban negyedik helyen értem célba. Az edzőm Kutor Csabi vert meg egy másodperccel. Miért ez meg létszik? Igen, szóval azért az is jó érzés volt, hogy a magyar mezőnyben ilyen jól tudtam szerepelni az országos bajnokságon. Melyik a kedvenc pályád Magyarországon? Nincs kedvenc pályám, mindegyiket egyformán szeretem. Bárhova elmész Magyarországon, szívesen állsz rajthoz. Igen. A 2012-es évnek, ha összefoglaljuk, Bécsen kívül mi az a verseny, amire azt mondott, hogy újra végigélnél szívesen most ebben a pillanatban, minden pillanatát? Természetesen a Jófa, az ifjúsági olimpiai fesztivál. Azért mertem ezt kiugrasztani belőled, mert erről nem beszéltél. Csak végigment egy gyorsan rajta, hogy a Jófa, és így pont. Na, erről kéne most egy kicsit beszélned. Igen, nagyon jó volt, Sydneyben volt. Sajnos nagyon kevés időt voltunk kint a versenyt és a verseny után is. A versenyt 3 napot voltunk kint, ami... Megzavart az eltolódás? 10 óra volt az időeltolódás, és a hőmérséklet is nagyon, ugye mínuszok voltak itthon Magyarországon, és ott meg 46 fokot is elért a legmelegebb hőmérséklet. Nem zavart meg, szerintem rendben át tudtam állni. De... Hát azért kérdezem, mert bocsánat, hogy elvettem a mikrofont, azért, mert ugye erre itt borzasztóan megviselte, nehezen állt át. Na, de ez hogy működik, Dávid? Te könnyen átállsz az időeltolódásba? Igen, szerintem lehet, hogy az azon is múlik, hogy én egyszer már voltam Kínában is, az előző, vagy hát a világbajnokságon, az előző világbajnokságon, amire Reni nem volt, és lehet, hogy az a kis plusz, ugye, hogy már egyszer volt egy ilyen hosszabb átállásom, ugye az 8 óra volt, hogy a, hát mondhatni igen rutinnak, de nekem nem volt gond itt az átállásnál, nagyon figyelni kellett már az előző napokban is, meg hát igen, hogy úgy egy kicsit csúsztassuk az alvást, a felkelés, stb. Meg a repülőgépen is, hogy mikor lehet aludni, hogy ottani idő szerint kellett már a repülőgépen is úgymond élni. Ez egyéni függő, hogy ki mennyire tud átállni. Oké, tehát kim vagytok, ki megérkeztetek, milyen volt a verseny számodra? Mi volt a legjobb pillanat, és mi volt az, amire volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy hú, ez azért egység egy kicsit? Nagyon jó hangulatú volt az egész verseny, jól volt megszervezve. Igaz, a rajtunk 15 percet csúszott. Ez a lányok rajta is csúszott, és valami kikszer volt, de egyébként minden teljesen jól meg volt rendezve, szóval a célban jeges fürdő várt minket 46 fokban, meg Powerade, minden meg volt, amit lehetett kívánni. A versenyen az úszáson nagyon jól jöttem ki, úgy éreztem, hogy az nagyon meg kell nyomni, és meg is nyomtam. A kerékpáron voltak erős, az ausztrálok nagyon beletettek pár erősítést, meg igen, pár robbantást. Főleg egy technikás része volt a pályának, ott tudtam, hogy lesz benne valami, és volt is. Mi az? Kanyar hátán, és emelkedő, fel a hídra, le a hídról. Minden, ami rossz, és ez így egyben. És tudtam, hogy ott be fognak tenni, hát be is tettek. Mondjuk volt ott baleset a második körben, egy fiú kis esett. Nem tudom, hogy miért, mert ott nagyon szétnyúlt a mezőny azon részen, ugye, amikor rángatás van, és én a közepén voltam, és egy kicsit később álltunk össze megint. A legnehezebb pontja az a futás volt. Miért? Ahol két ausztrál meg egy brit, igazából két ausztrál diktált egy nagyon kemény tempót, és az elején 12-en voltunk a bolyban, és az első fordulónál már csak 6-an feleződtünk. Az első forduló az a távnak az egy negyede volt, utána meg már csak 4-en maradtunk,
két ausztrál meg egy brit, és úgy futottunk, hogy ugye két ausztrál elődik, tehát egy nagyon kemény tempót, eszméletlen volt, mögötte a brit és mellette én, és végül a másik körben volt egy olyan erősítés, amit már nem bírtam, és én is kiszakadtam, és nem sokkal rám a brit fiú is kiszakadt, de már nem sikerült rá felfutnom. Ez volt a versenynek a legkeményebb pillanata. Azt akartam kérdezni, hogy mondtad ugye, hogy az első fordít után rögtön feleződtetek. Milyen volt ez belülről megélni? Tudsz ilyenkor erre figyelni, vagy abszolút kizárod? Ugye, mert Gyula azt mondja, hogy abszolút kizárja, de hogy nálad ez hogy működik? Tehát te zavart, hogy most hopp, egyben eltűnt a fele, vagy mentél és mentél, tapadtál többek, és nyomtad a tempót? Nem, én abszolút kizártam. Talán egy kicsit azért örültem, amennyire felfogtam, hogy kevesebben vagyunk, igen. És hogy az mégiscsak egy, hát azt is, hogy bírom, és hogy végül is ez engem szóval motivált, igen, hogy mögöttem végül is kiszakadt 6 kemény triatlonista, ugye ez egy meghívásos verseny volt, szóval lehet, hogy csak 20-an, igen, 20-an indultunk, de csak a triatlon krémje volt meghívva. Hát ahogy itt hallgatlak, azért itt volt a legjobb a pálya, nem? Tehát a verseny számodra én úgy érzem, tehát itt az csillog a szemed, élvezettel beszélsz erről a versenyről, holott azért, ha jól elmondtam, 46 fok, ugye? Igen, 46 fok volt a legmelegebb hőmérséklet. A versenyünkön nem volt, csak utána a 3 órával a versenyünkön 40 fok körül volt. Igaz, is kemény volt, de igen, magasan ez a legjobb élményem. Lehet azért, mert Sydneyben volt, és az is egy plusz, hogy Ausztrália, ott még nem jártam, de a verseny is nagyon jól meg volt rendezve, tényleg mindent megkaptunk. A célban volt ez, amit már említettem, jeges fürdő. Igen, olyan volt, hogy kuka, persze új kuka, és tele volt jéggel, meg igen, és abba álltak a triatlonisták, szóval nagyon meg volt szerű, nagyon meg. Dávid, a meleg időjárás abszolút nem is befolyásolt téged, tehát nem is zavart egy pillanatra sem. Tehát azért, hogy a szabadat kiveszed a bringán, és nyomni kellett azért, és volt egy úgymond, hát mondjuk is szar rész a bringába, de a futásnál is ugye mondta, hogy azért a végén a két ausztrál elég kemény tempódik, tehát sehol nem zavart be téged a meleg? Ezt nagyon kizárom a külső hatásokat, de azért lehet érezni, szóval éreztem is. Lehet, hogy ez is közrejátszott, hogy leszakadtam, hogy a britek már január óta kim voltak, január eleje óta, és ugye ez a verseny január 18-án volt. Az ausztrálok meg ugye kim vannak, ők hozzá vannak szokva a meleghez, meg ők nagyon készültek erre. Igen, mi olyan mínuszból mentünk, 3 nappal a verseny előtt voltunk innen, és végül is az időeltudása is küzdöttünk ezzel a hőmérséklet változással, és hogy nem tudtunk igazából úgy edzni. Mint említettem már, egy fitness teremben futottunk futópadon, meg spin racingre jártunk. Igen. Oké. Mit vársz a 2010? Pontosabban fogalmazunk újra, hogy fog felépülni a 2013-as éved? Mit vársz tőle, és van-e olyan verseny, amire most kihegyezed ezt az évet? Igen, hát a világbajnokságra megint arra szeretném kihegyezni. Most remélem, igen, jobban fog sikerülni. Londonban lesz. És most bejött egy francia egyesületem. Van egy külföldi egyesületem, 2. Van egy német, meg egy francia, és azoknak a versenyekre is el fogok menni. Hát kíváncsi leszek, hogy fog beleférni, vagy hogy fogom bírni. Igen, ez a magyar versenyeknek egy kicsit háttérbe fognak szorulni, de amint tudok, el fogok indulni, hogy azért a magyar nézőknek is. Akkor Kuttor Csabék pozitívan készítenek fel, tehát igazán mit vár tőled? Erre akarok kiukadni, Csabi, tehát leszögeztétek, tehát megbeszéltétek a konkrét célokat, majd csak úgy van, hogy készít, és reméli, hogy a legjobbat tudja kihozni belőled? Igen, még nem beszéltünk meg konkrét célokat, még csak a versenynaptárat terveztük meg 2 héttel ezelőtt, amiben nagyon vegyesen vannak magyar, francia, Európa kupák, német versenyek, minden, amit be lehetett tenni. Persze arra is figyeltünk, hogy ami nem annyira fontos verseny, azon ne induljunk, hogy nehogy az legyen, mint a
tavaly, vagy 2012-es évben, hogy túl hosszú volt a versenyszezon, és ezért... Igen. Hogy ne legyen ez az elaprózódás idén, hogy... Igen. A forma időzítésedet teljesen rábízott Csabáékra? Igen, persze, ez az edzőkre teljesen rábízom magam. Tőled is megkérdezem, mennyit készülsz? Vagy a három szakákból melyikre fordítod el a nagyobb hangsúlyt, a bringára? Igen, idén szeretnék a bringára egy kicsit többet. Mert erre már utaltál ugyanis, hogy klubot váltottál, a jobb bringások vannak, akik jobban tudnak esetleg húzni. Hát igen, nagyon kíváncsi leszek, hogy itt mi a eleve az elv, hogy lesz összeállítva az edzés mennyiség, hogy mikor mi lesz. De hát ez még a jövő, szóval ezt én sem tudom. Mindenesetre én nagyon reménykedek benne, hogy jobban fog menni a kerékpár is. Dávid, te mint pap Dávid, mit válsz a 2013-as évtől? A VB-t mindenképp jobban szeretném csinálni. Egy hatba szeretnék minimum bekerülni. Dobogót is, persze, minden tőlem tehetőt meg fogok tenni. Ugye most léptem fel a junior korosztályba, és most vagyok igazából a korosztályomban, mert így fiként indultam junior versenyeken. Most nőttem fel. Hát 2011-ben az első világbajnokságomon, ami Kínában volt, 8. helyezést értem el, akkor ugye jóval idősebbekkel versenyeztem. Ezért ez az idei VB Új-Zélandon egy kicsit csalódás volt, mondhatni így is. Ezért szeretném, hogyha most jobban sikerülne Londonban. Hogy látod az utánpótlásunkon? Te, mint aki most ugye ebben benne vagy napi szinten, jönnek-e fiatalok, vannak-e reményteljes növendékeink? Jönnek, de nem elegen. Szóval szerintem kevesen kezdenek el. Csak az, hogy sportolni, de ugye a triatlonba kevesen jönnek, az is biztos. Szóval szerintem többen kéne. Hát most kíváncsiak, hogy az új elnökség mit fog kitalálni. Mondták, hogy növelni fogják. Megpróbálják egy kicsit a triatlont is promotálni, meg az egész sportot. Mit üzensz? Tehát mivel tudnád te csábítani az úgymond gyerekeket, miért triatlonozni jöjjenek? Mi az, ami szerinted ennek a sportágnak a varázsa? Hát az, hogy egy sportban csinálsz egyszerre három sportot, ugye az úszás, kerékpár, futás, és mindhárom nagyon jó. Szóval szerintem nagyon sokra tanítja az embert, eleve az úszásszal az is fontos, meg a sport nagyon sok mindenre neveli, kitartásra, önbizalomra, és minden egyébre, meg egészséges életvitel. És ne felejtjük el, hogy ugye rögtön közösségbe kerülnek a gyerekek, és az pedig mindig formálja az embert. Igen, nagyon jó közösségek szoktak kialakulni, versenyeken is jó a hangulat, edzéseken. Én mindig visszaemlékezek a villámos éveimre, amikor egy nagyon jó közösségben volt, persze most is, csak ugye az ott kicsik voltunk, hogy számháborúztunk még az elején, meg voltak közös programok nagyon. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a csodálatos élményeket. Pap Dávidot láttátok, hallottátok. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon sikeres 2013-as évet kívánunk neked, és kívánjuk, hogy valóra váljon mindezt, amit Csabával megálmodtatok. Köszönöm szépen, és a meghívást is még egyszer nagyon szépen köszönöm. Szia! Hello, sziasztok!